Nem szeretnék, mit szól hozzá, hogy Orbán Viktornak háromszorozódott a rezsije? Egykori rezsibiztosként. Nincs erről véleménye? Megengedni, hogy beszéljünk. Mondtam, hogy nem válaszolok, tehát nem fogok válaszolni semmire. Világos, remélem. Köszönöm. Az elmúlt hetekben fideszes politikusok országjárásra indultak, hogy lakossági fórumokkal támogassák meg a legújabb szankcióellenes nemzeti konzultációt. Ma Csepelen Kocsis Máté és Németh Szilárd tartottak lakossági fórumot, ahol arról is kérdeztük őket, hogy mit szólnak hozzá, hogy Orbán Viktornak megháromszorozódott a rezsie. Orbán Viktornak megháromszorozódott a rezsie? Nem hallottam, nem néztem tévét, mert mással voltam elfoglalva, nem tudom. Mit szól hozzá? Nem tudom. Hát szerintem mindenkinek, nem? Munkahelyen a hőmérsékletet 18 fokban határoz. Meg az nekem most per pillanat nem annyira tetszik. A boltokban azért meglepő árak vannak, úgyhogy hát ez óhatatlanul beszivárog a hétköznapokban. Kenyérára megduplázódik egy hét alatt, stb. De ezért nem a mai kormány a hibás. Hát el vagyunk keseredve, de szerencsére, hogy van jó a kormányunk, ami mindent megtesz azért, hogy ezzel változtatni lehessen. Én dolgoztam eléggé egész életemben, úgyhogy fizettem az adókat, fizettem mindent, úgyhogy addig nyújtózkodtam, amíg a takarom ért, és így összejöttek a dolgok. Mindenki fiatalnak azt javaslom, hogy fizesse be az adót, ne katázzon, meg ne kerülj el az adót, hanem fizesse be, és kényelmes nyugdíja lesz. Nem szeretem. De miért nem? Hát egyrészt, mert a baloldali politikusok megligálják a sajtó egy részét, akkor azt gondolom, hogy nekem is jogom van ehhez. Másrészt meg unfairnek tartom néha, amit önök csinálnak. Most releváns kérdéseim van. Mit szól hozzá, hogy Orbán Viktornak megháromszorozódott a rezsie? Ahhoz tartom magam, amit mond. És akkor szankciókról se? Újra egy európai vita kellős közepén találtuk magunkat, és talán ez annyival súlyosabb, mint a korábbiak, hogy ennek az európai vitának a következményei minden háztartásba begyűrűztek. Hát ezek a szankciók, ezek nem normális szankciók, nem normálisak az európai vezetők se hozzátartozik. Szerintem valahogy ennek vége lesz, mert valaki megbuktatja az európai vezetőket. Nem jó dolog ez a szankció. Azt mondják, hogy Oroszországban recesszió van, zsugorodik a gazdaság. Na milyen léptékben? Hát nyilvánvaló, de állítólag őket nem rázza meg annyira, mint Európát. Ezt kiállítja? Hát a hírek. Olyan, mintha az józanész politikája hiányozna, tehát a tények, a szemszerű adatok, azok mintha nem is lennének. Tehát olyan, mintha vakon mennének előre egy irányvonal mellett, és nem foglalkoznak vele, hogy mik a valós adatok. Miért kell nekünk sínlődni azért, hogy ők háborúznak. Én ezt nem értem. A szankciókat nem azért hozták, hogy vége legyen a háborúnak. Véget kell vetni, ám senki nem beszél arról, hogy mikor lesz béke, meg tűzszünet. Mindenki csak nyomja a pénzt, meg elkölti a fegyvereket. Hát inkább a fegyvergyártóknak kedvez ez az egész história, meg azoknak a gazdasági multivállalatoknak, akik úgy überelik az egész világot. Ami tény, az tény, Oroszország megtámadta Ukrajnát, és ezért szankciókat kell bevezetni. De a szankciók akkor működnek, akkor jók, hogyha azt szankcionálják, akikre azokat kivetették. Most ehhez képest az elmúlt hónapokban megfordult a dolog. De az mit szólnak, hogy azért az látszik, hogy Magyarországon európai szinten az egyik legmagasabb az infláció, az élelmiszerinfláció meg még magasabb ennél is. Ez igaz? Ez biztos, hogy igaz? Igen. Mondjam? De a következő, engem a hazai... Az októberi infláció az 20% fölött volt. Engem a hazai inflációnak a nagysága zavar, de én úgy gondolom, hogy ez a kormányt is zavarja. Ha mindent beleteszünk a nagy kalapba infláció tekintetében, nem vagyok ennek biztos, hogy Magyarországnál legmagasabb az infláció. Egyáltalán nem vagy, mert akkor bele kell számítanunk az energiát, stb. Tehát az egyik legmagasabb. Én ezt a... Hát... Nézze, ez sajtó kérdése is, hogy van. Meg kell nézni a való, meg kell nézni, és mind a két felet ilyen tekintetben meg kell hallgatni. A magyarság ellen mindig folytak ilyen tevékenységek, úgyhogy mi szálka vagyunk a világ szemében, mert egyedül a magyaroknak és a zsidóknak van történelme, az összes többi népnek csak története van. És ahol ezt tehetik, el is nyomják, hogy ne is derüljön rá fény.
Hogy ezt ilyen külső mahinációk miatt ilyen magas az infláció ön szerint? Természetesen. Hát azért háttal áll az ember, akkor is érzi, hogy hát mi a helyzet. Hol ér össze a háború, a szankciók, az energiaválság és a magyar baloldal ügye? Hogyha valami amerikai kampányfinanszírozásnak néz ki, maga az érintett is annak hívja. Ő maga mondja el, hogy ebből fizettük a kampány utolsó számláit, idézett Márki-Zay Pétertől. Majd ugyanez a politikai közösség hevesen elkezdi védeni a szankciókat, akkor egyhamar rájön az ember, hogy úgy van, ahogy mindig is volt. Szó nincsen ideológiáról. Szó sincsen ideológiáról. Pusztán gazdasági érdekekről és pénzről van szó. Fel sem merül, hogy ideológiai vagy demokráciaféltő, vagy ilyen-olyan elszánt amerikaiak próbáltak volna beavatkozni a magyar választásokba, mint ahogy meg is tették. Az ember ilyenkor nagyon nehezen tudja eldönteni, hogy buslakodjon, mérgelődjön, elkenődjön, vagy mit csináljon. Én ezeket egyiket sem ajánlanám senkinek, hanem szívjuk föl magunkat, ez az én kérésem mindenki felé, és tényleg vegyünk részt ebben a konzultációban, biztassunk másokat is, rokonokat, szomszédokat, ne hagyjuk ki, mert a miniszterelnök, amikor kimegy Brüsszelbe, és egymaga marad 26 másik kormányfővel szemben az Európai Tanácsban, amikor a döntéseket meg kell hozni, akkor neki egyetlen egy igazán a saját karizmáján, a saját tudásán, a saját bátorságán és bölcsességén túl egyetlen egy ereje van ezekkel szemben, azok pedig mi vagyunk. Jó napot! Telexnek forgatunk. Forgatnak. Az a miénk, ugye? Nem. Ezt nem baj. Rólatosan nyilatkozom. Rossz tapasztalataim vannak.